csöttan abban a kendővel átkötött göndör, haj, zöld mez, fekete nadrág, az volt Vajda Attila, 21 esztendős ez a fiú. Nagy versenyt vívott Martin doktorral a középfutamba, aki egyébként Atlanta kétszeres bajnok, és itt a kékben, fekete-fehér csikos kendővel köti le a haját. David Kall a spanyol, alatta egyel, ugyancsak az esélyesek egyike, és a kubai Aguilar is, nem beszélve persze András Dittmerről, vagy Konstantin Fomichev, aki általában négyes hajóban ebezett az orosz korábban. Tehát az ötös, a nagy esélyes András Dittmer, a nyolcas a mi fiunk. Attila jelenleg ugyan ötödik helyen, mert Giles elé került, de egyre inkább közelítik Martin doktort, tehát a negyedik, ötödik fut rá a harmadik helyen evező cseh fiúra. Giles most már teljesen együtt van Martin doktorral, és Attila Giles-al még vívhat csatát, ha bírja a végét. Annyi bizonyos, hogy a spanyol Kall élről még mindig élen, több mint egy hajóosszal, hogy ez Dittmer be tudja hozni, erős kérdés. A harmadik helyen még mindig Martin doktor, a negyedik, ötödik helyér Attila, aki most úgy látom elkezdett egy másik tempót. Nagyszerűen megy el Giles mellett, és érmes helyen van. Attila érmes helyen van, kérem. Első mindig Kall, már Dittmer nem fogja tudni behozni. A spanyol megnyeri, és úgy látom, hogy van egy érmünk, van bizony egy bronz. Bronzérmes és harmadik helyezett Vajda Attila. Még a nevét se hallották az ellenfelei eddig, most megtanulják. Szerintem Szabó Torony valahol könnyezik.